Szabad ide állni a Pesti Imrei úrasztalához? Ezt meg lehet mozdítani? Egyszer egy nagyon régi és nagyon híres gyülekezetben az úrasztala mögött volt egy nagyon szép karosszék, és abba a gyülekezetbe egy gyülekezeti órát kellett tartani, és amíg gyülekeztek a testvérek, én leültem abba a székbe, és odajött egy nagyon idős néni, akit én nagyon szeretek és tisztelek, azóta is jóba vagyunk, és azt mondta nekem, hogy Melát testvér, ez a szék Meyer Henrik testvéré, ebben nem szabad leülni. És hát fölálltam, leporoltam, majdnem még keresztet is vetettem, de utána megkérdeztem a tekintetes népgyűlést, hogy mi a szösznek van akkor benne ez a szék, mert nem egy múzeumban van. Hát mondom, a szék az azért van, hogy leüljünk rá. Na hát ez csak így szösszenetképpen. Kicsit vízhangzom, de ti jól hallotok? Nagyszerű. Közben, miközben dugó bizonyságot tett, eszembe jutott, hogy például az Istennel kapcsolatban milyen definíciók tetszenek nekem, és eddig az egyik legjobb definíció, amit hallottam, az a Háló Gyula testvér lelkipásztorrá avatásán hangzott el Cseténybe. Szerintem olyan 90-91-be lehetett ez. És Pád Géza bácsi volt az, aki kikérdezte ott ünnepélyesen az avatandó lelkész jelöltet, és megkérdezte tőle, hogy kicsoda Isten. És hát mi teológusok ott voltunk, és úgy dörzsöltük a tenyerünket, most aztán Gyuszi jó meg fogja mondani, hogy kicsoda Isten, milyen héber nevei vannak, milyen görög nevei vannak, és a többi, és a többi. És hát Gyuszi csak ennyit mondott, akivel ma reggel beszélgettem. De ezt legalább megértette a csetényi gyülekezet. Ott a Gyuszi elkezd Jahvéról, Elohimról, El Shaddai-ról, Adonai-ról, meg Él Ólámról beszélni. Biztos mi elszállunk a gyönyörtől, de a csetényiek semmit sem értettek. Ezt viszont mindenki megértette, és látjátok, 20 év elteltével, na jó, legyen 19, még én is emlékszem rá. És általában, hogyha a Váci testvérekkel látom, hogy nem értik, hogy miről prédikál, akkor mindig azt mondom, Isten az, akivel vagy ma reggel, vagy tegnap este tetszettek beszélgetni. Úgyhogy Isten van, és lehet vele beszélgetni, olyannyira van, hogy az én hitem szerint az ő szent lelke és igéje által most is itt van, és bármennyire is hihetetlen és fantasztikus, itt ebbe a kora középkorban épült Pesti Imrei imaházban szeretne téged megszólítani ezen az estén. És én ezt tudom, mert néhány évvel ezelőtt én ültem ott, és mondjuk László Imre állt itt, vagy éppen Révész Benyámin, vagy éppen Almási Mihály, vagy éppen Lázi Sándor, vagy éppen Vasferi bácsi. És amikor ott ültem, akkor olyan könnyű volt, mert a tömegbe ott elvegyültem, hogy akkor még nem volt mobil, nem lehetett SMS-ezni, és a többi, maximum a kezünket összetettük azt jobbra-balra, és a többi, paraszt Nintendo, ugye, ma ezt így mondják, de akkor még nem volt ilyen neve. És aki ott állt elől, az pedig prédikált, és azért emlékszem, hogy néha egy-egy mondat szíven talált. Most én azt kérem tőletek, hogyha néha egy-egy mondat, 13 plusz egy mondatot írtam össze otthon, ebből lesz egy ige hirdetés, azért írtam össze, hogyha esetleg nem tudok eljönni, akkor is ez bárki fel tudja olvasni. És ezek a fő mondatok. És 13 plusz 1, ezt meg is tudod jegyezni, és hogyha téged szíven talál egy-egy mondat, az nem véletlenül van. Az nem bal szerencse, hogy fú, hát ez szíven talál. Hanem az hidd el, hogy Isten szent lelke szól hozzád. Egy ilyen béna szolgán is, mint amilyen én vagyok, Isten szent lelke tud hozzád szólni. Azt viszont vedd nagyon komolyan, mert ő szeretetből, mentő szeretetből szólít meg minket most. A történet engem január óta izgat, az ökumenikus imahéten volt ez tananyag, ez az Emmausi tanítványok története. Most ezt nem olvasnám föl, viszont egy igeverset szeretnék olvasni, Márk evangélium a 16. rész 12. verséből. Mert itt egyetlen egy igeversbe le van írva az Emmausi tanítványok története. Ha van nálatok Biblia,
És annyira jó lenne, hogyha ilyen vallási színezetű estékre hoznátok magatokkal a saját Bibliátokat, hiszen például az egyik énekben azt énekeltük, övé vagyok, vagy tied vagyok, így tegeztük, tied vagyok, tied vagyok. Hát ez az egyik legjobb hitvallás, egy Bibliával kószálni a vasútállomáson, vagy a metróba, tuti biztos, hogy megszólítanak, hogy te mit olvasol. És mondhatod egyből, nem a Blikket, hanem a Bibliát, a Bibliát. És itt Márk evangélium a 16. rész 12. versében ezt olvassuk. Ezután más alakban, Jézus, más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm te néked, hogy te most is a mi hitünk szerint, ami alázatos kérésünk szerint, szent lelked által valóságosan meg tudsz jelenni abban az alakban, abban a szellemi alakban, amiben te létezel. És köszönöm, hogy te bár titokzatos, láthatatlan Isten vagy, de mégis ki tudod nyilvánítani akaratodat, szavadat az igén keresztül és az ige hirdetésén keresztül. Kérlek, adj bátorságot ehhez, és add, hogy meg tudjam osztani az én fiatal testvéreimmel, barátaimmal, meg az ismeretlenekkel, akiket talán most látok életemben először, és ők is engem, a te evangéliumodat. És kérlek, ha lehetséges, ha vannak itt olyanok, akiknek a szívére a bűn rányomja a bélyegét, és nem tudnak vele mit csinálni, ha vannak itt tétlenkedők, tanástalanok, vagy hitetlenek, és te megszólítod őket, kérlek téged, mennyi édesatyám, add, hogy döntsenek melletted, mert te szereted őket. Kérlek, segíts meg. Amen. Két emberről szól, az egyiket ismerjük, Kleopás, az ő fia majd a jeruzsálemi gyülekezet egyik fő vezetője lesz. És ez a két ember nagyon sok mindent tud az Úr Jézusról. Van az emmausi tanítványok történetében egy korai keresztény hitvallás, ez így szól, az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas, Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Ez egy korai hitvallás. Kleopás és az ő barátja, akik közel voltak Jézus Krisztushoz, követték őt, és az az elvárásuk volt, hogy Jézus megszabadítja egész Izraelt a bűneikből, a gazdasági szegénységből, a politikai elnyomásból. Mindezt tudták Jézus Krisztusról. Mégis, amikor Jézus megjelenik mellettük, valami elhomályosította a látásukat, ezt olvassuk a Bibliában, és nem veszik észre, hogy a feltámadt Jézus Krisztus van ott mellettük. Márk megmagyarázza, hogy más alakban jelent meg. Természetesen emberi alakban, de a feltámadás másságában jelenik meg Jézus Krisztus. A dicsőséges test volt az a más alak. Nehogy valaki azt gondolja, hogy a Terminátor 4-et játszotta el az Úr Jézus, és hát Arnold Schwarzenegger helyett ő volt az, aki ott átváltozott. Nem, és nem is UFO-ként jelent meg az Úr Jézus. Tudom, hogy ez nagyon izgalmas téma lenne mondjuk egy 12. C-ben valamelyik gimnáziumban, hogy Jézus és az UFO-k, de nem, Jézus nem UFO formában jelent meg, hanem a más alak azt jelenti, hogy akit eltemettek, akit láttak meghalni, akit láttak elvérezni, az nem véres volt ilyen értelemben, az nem egy meggyötört arc volt, az nem egy hervadó, egy romlásnak induló test, hanem az a dicsőséges, hervadhatatlan, életerős, feltámadott test volt. És ezt a feltámadott testet ez a két tanítvány nem ismeri föl. És ez az első üzenet, amit Jézus szeretne a szívedre helyezni, hogy a mennyország kapujába állva is el lehet kárhozni, hogyha az ember nem ismeri föl a mellette álló és neki segíteni akaró Jézus Krisztust,
minden nap. Mert amit a Zsolti elmondott, valóban azt az igeverset tanultuk meg múlt hét péntek, szombat, vasárnap, én is ott voltam, egész közel ültem hozzád, csak nem tudtam, hogy Zsoltinak hívnak. Egy jó társaságban ült ott Zsolti. Ti is ott voltatok? Kik mellett ültök most? Kökre voltál nagyszerű, mondtam, hogy jó társaságban ült ott. És valóban ez a jelenések 2.10b, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Előtte viszont van egy felhívás, hogy nagy nyomorúságod lészen. Ezt se felejtsük el. Azért kell felszólítani minket a hűségre, mert nem tejben és vajban fürözt minket Isten itt ezen a földön, hanem stratégiai harcra hív, és ezt a harcot csak akkor tudod győztesen megvívni, ha minden nap felismered, hogy Jézus Krisztus más alakban, feltámadott alakban ott van veled az igén és a Szent Lélek által. Az első kérdés, akarod-e felismerni Jézus Krisztust az igén és a Szent Lelken keresztül? Ez egy fontos kérdés. Mert ha akarod felismerni őt, akkor más lesz az életed, mint volt ennek a két tanítványnak. Ez a két tanítvány hol van? Jeruzsálemben, ott, ahol Jézus nem. Hanem csalódottan, egymással vitatkozva, dühösen, hogy a tervük átmenetileg kudarcot vallott, hogy akiben hittek, az meghalt, mégpedig nem is akármilyen halállal, hanem kereszthalállal, ami gyalázat, ami ciki, ami nagyon nagy gáz, akiben mi hittünk és bíztunk, az a legaljasabb módon végezte. Azért gondoljátok át, nem ért még csalódás benneteket? Egy tanárban csalódtatok, azt ígérte, hogy mindig fog szólni dolgozatírás előtt. És aztán bejött, levágta a naplót, és azt mondta, vegyetek elő egy papírt. És akkor mi van az osztályba? Hát biztos van öt anyukája a tanárnak. Igaz? Mert hát nem baptista osztályba jártok, gondolom. De a baptista osztály lenne, lehet, hogy akkor is többen felállnának, hogy hát akkor legalább imádkozzunk dolgozatírás előtt, vagy hát a tanárnő vagy a tanárról adjon egy esélyt. Vagy nem csalódtál esetleg, ugye főleg a 19 évesek felé fordulok, abban a fiúban, vagy abban a lányban, aki belenézett a te nagy boci szemedbe, és azt mondta, hogy forever, forever, forever. És aztán egyszer csak azt vetted észre, hogy miközben te hiszel neki, hogy forever, forever, a BKV ellenőr kopogtat a hátadon, és mondja, kérem a menetjegyeket, bérleteket, és ő már rég leszállt, ő már rég kiszállt az életedből. És akkor hazamentél, és telesírtad azt a nem létező kis párnát. És zokogtál, és becsaptad az ajtót, és anyukád mondta, hogy mi van, kislány, vagy kislány, hagyjál békén, nem akarok élni. Minden fiú ilyen, minden lány olyan, és hát nem volt még ilyen az életedben. Pedig ezek ilyen kis szösszenetek, ez elmúlik, ez kinövött 20 éves korodra, és 25 évesen benő a fejed lágya, és rá fogsz arra jönni, hogy tényleg kivel érdemes ima harcot folytatni, azért, hogy az Úrtól legyen, és a többi, és a többi. Itt viszont sokkal többről van szó. Ez a két tanítvány, aki akart hinni Jézus Krisztusba, akart Jézussal együtt lenni, akart a messiás tanítványa lenni, azt mondja, csalódtunk benne. Mi győzelmet vártunk, és óriási vereség a miénk. Tényleg vereség keresztjének lenni? Igen, sokan ezt gondolják, hogy keresztjének lenni azt jelenti, hogy ezt se csinálhatom, azt se csinálhatom, amaz se csinálhatom. Nem. Keresztjének lenni azt jelenti, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Keresztjének lenni, Krisztus követőnek lenni, akár gondolkodó Krisztus követőnek, akár cselekvő Krisztus követőnek, azt jelenti, hogy tehetem azt, ami jó, ami neki tetsző. És Istennek az összes jó dolog tetszik az életedben. És Istennek csak azok a dolgok nem tetszenek, ami kár és szemét, ami ízléstelen, ami gusztustalan, ami erkölcstelen, ami rossz, ami a kárhozatba visz, ami a sötétség cselekedete. Minden, ami viszont világos, minden, ami egészséges, minden, ami a javadra van, az igenis
igenlésre talál. Ez az az élet, amiről a Gyuszi beszél. Igenis, Krisztus követőnek lenni nem azt jelenti, hogy ezt se csinálhatom, meg azt se csinálhatom. Krisztus követőnek lenni azt jelenti, azt tehetem, amire Isten megformált engem. Mert Isten erre ad felhatalmazást, akkor, amikor döntesz Jézus Krisztus mellett. Kleopás és a másik tanítvány nincs tehát Jeruzsálemben, ott, ahol Jézus van. És ez a második kérdésem. Te ott vagy, ahol Jézus van? Te ott vagy, ahol Jézus szeretne látni? Milyen közel van hozzád Jézus? Meghallgatod őt? Mert figyeld meg, hogyha nem ott vagy, ahol Jézus, akkor rád is az jellemző, mint erre a két tanítványra, ezek vitatkoztak, békétlenek voltak, és amikor Jézus megáll mellettük, hogy miért vagytok ilyen szomorúak, akkor még ők vannak felháborodva. Hát csak te vagy az egyetlen idegen, aki nem tudott, hogy mi történt itt Jeruzsálemben. Igen, ilyenek tudunk lenni. Ki tudunk ám akadni? Valaki elmondta, ilyen evangelizáció után egy idősebb bácsi mondta nekem, melátteső, nem baj, hogy ide jövök? Nem? Kamera? Jó. Azt mondja, melátestvér, 67 éve vagyok egy gyülekezet tagja, és ma rájöttem, hogy képmutató az életem. Mert miközben itt, az gyülekezetben, az imaházban, én minden Isten tiszteleten itt vagyok, még hétközben is, kedden is és pénteken is, miközben adakozok becsülettel, miközben hozom a feleségemet is, pedig nagy teher, aközben a szívem és a szellemem az nincs itt évtizedek óta. Úgy veszem az úrvacsorai kenyeret, hogy nem tartok bűnbánatot előtte. És melátesvér, kérem, imádkozzon velem, hogy én ettől a bűntől meg tudjak szabadulni. 67 évet élt ez a bácsi abba a közösségbe. És Isten ennyire szerette, ezt tudtam neki mondani. Miklós bácsinak hívták egyébként. Miklós bácsi, ennyire szereti Isten, hogy nem vitte el, hanem adott kegyelmet, hogy Miklós bácsi ezt a 67 évet, és azt a 21 néhány évet, amit ekkora képmutatásban élt le, bűnbánat nélküli úrvacsoravételben, ami a bácsi számára egy megbocsáthatatlan bűn volt, csak nem tudott tőle szabadulni. Most itt tegyük le. És bementünk ott a kis terembe, letérdeltünk, és ő is imádkozott őszintén, zokogva. Soha nem hallottam még 80-valány éves bácsit zokogva imádkozni. Ez volt az első. És mindent elmondott Istennek. És elmondta Istennek azt is, hogy az ő három gyereke miatta nem tért meg. Mert otthon nem olyan életet élt, mint az imaházban. Otthon arrogáns volt, többször megütötte a feleségét, kiabált, utálatos volt. És a fiai, meg az egyszer lánya azt mondta, na hát, ilyen hívők mi nem leszünk, mint apánk. Miért? Azért, mert tanítványként indult, nem újjászületnie kellett, hanem a bűneit letenni. Ő már újjászületett, mint ez a két tanítvány is. Újjászülettek, Jézus Krisztus követték, csak átmenetileg valami elhomályosította a szemüket. Nem látták a győztes Krisztust, mert vitatkoztak, mert visszaestek, mert nem Jeruzsálembe maradtak, hanem azt mondták, ebből ennyi elég, elindulunk haza. És Isten azt szeretné, hogy te ne távolodj el tőle. Isten azt szeretné, hogyha nem minden úgy sikerül az életedben, mint ahogy azt te elgondolod, az egyáltalán nem baj. És nem kell akkor megharagudnod Istenre, nem kell durcásnak lenned, hanem szabad megkérdezni, Uram, mit rontottam én el? Mert olyan Istenünk van, aki nem hibáz. Olyan Istenünk van, aki nem hibáz. Ő tutira tudja a matekot. És a történelem tételt is. Ennél még többet. Azt is tudja, hogy formálódtak a csontjaid. Azt is tudja, amikor még a szüleid nem is gondoltak arra, hogy te leszel, hogy te milyen leszel. És Isten azt is tudja, hogy mit fogsz csinálni 10 év múlva, azt is tudja, hogy dugó megéri a 100 évet, és akkor is el tudja mondani, hogy legyen ez az éved jobb, mint az előző, és rosszabb, mint a következő. Igen. Isten ezt pontosan tudja. Ezért bízhatunk benne. És nézd, az Úr Jézus azt üzeni,
Akárhonnan jöttél ide ezen az estén, én szeretnék megállni melletted. Mint ez a két búslakodó tanítvány mellett is. Jézus oda megy és köszönti őket. Miről beszélgettek? Mi az, ami foglalkoztat? Hát ez egy érdekes téma. Ugye itt ritkaság, hogy fiúk ülnek az első széksoron, ugye itt nem padok vannak. Igen, miről beszélgettek? Néha nem lenne ciki, hogyha Jézus megállna, miközben te mobilozol? És megkérdezi, hogy kivel mobilozol, és miről beszélget? Néha nem lenne ciki, hogyha Jézus a mennyből leküldené a szüleidnek azokat a mobiltelefonjaidat, amit te legszívesebben letagadnál? Néha nem lenne ciki, hogyha belenézne az SMS-eidbe? Igaz, néha ciki lenne. Hát még amit az ivíven elkövetsz. Hát még amit a cseteléskor elkövetsz. Ugye van 4 fiam, és hát 3,5 az már nagyon ért a számítógéphez. Már a kis 6 éves is ott ticsörög, és utánozza a 16 évest. És egyik nap arra lettem figyelmes, csak az irodában van internet, hogy ott hagyták nekem az utolsó ilyen csetelést, biztos valami közben jött és elszaladtak. Hát én abból egy mukkot nem értettem. Tehát ha hazajött a fiam, megkezdtem, mondom, Gerikém, mi ez? Kivel beszélgettél? Nem tudom, apa. Jó. Csak úgy. Azt se tudta, kivel beszélget. Csak úgy beszélgetett. És akkor elbeszélgettünk arról, hogy ne csináljon ilyet. A legtöbb pedofil így hálóz be fiúkat és lányokat, hogy másnak teteti magát, barátnak teteti magát. Ne higgy neki. Jézus nem teteti magát. Jézus a feltámadás erejével áll meg emellett a két ember mellett, és megkérdezi, miről beszélgettek. És Jézus a te életed mellett is minden nap megáll. Minden nap. Ő minden nap segítségül hívható. Komolyan. És azt üzeni a 22. Zsoltár alapján, legyen vidám a szíved. Miközben ő szenved, azért, mert nem vidám a szíved, és nem az orvoshoz fordulsz, a legjobb orvoshoz hozzá. És ekkor jönnek a különböző pótlékok, felkelsz, és például eszedbe sem jut, esetleg hálát adni az új napért. Olyan természetes. Kimész a konyhába, és megcsinálod a reggeli kakaódat, vagy teádat. Utána bemész a fürdőszobába, belenézel a tükör, és azt mondja, hú, hogy nézek ki. Letusolsz, vagy a fiúk besprézik magukat, esetleg eszel valamit, elindulsz az iskolába, és csodálkozol, hogy az iskolába eszedbe sem jut az, hogy Jézus ott van. És akar segíteni. Néha megkérdezem a fiamat, ő most 9-es, a legidősebb, hogy Ricsi, tudtál ma a bizonyságot tenni valakinek az osztályba? Jaj, apa! Hát mondom, fiam, te ezért vagy ott? Te vagy a harcos? Nem azért vagy ott, hogy az ő szintjükre süllyedj. Nem azért vagy ott, hogy te is olyan totál sötét legyél, mint az osztálytársai nagy része. Te azért vagy ott, hogy ebben az elfajult nemzedékben, mint csillag ragyog. Ezért jársz oda. És ti is ezért vagytok ott. Nem azért, hogy negatív irányba még nagyobb hőstetteket hajtsatok végre, mint azok, akik nem hívők. Hanem azért, hogy megmutassátok azt a másik utat, ami keskeny ugyan, de az vezet célba. Ezért vagy ott. És ezért akarja Jézus minden nap megkérdezni, miről beszélgettek. Annyira jó lenne, ha el tudnád határozni, ezentúl olyan dolgokról fogok beszélgetni, és rád nézek, amit anyám még előtt vállalni tudok. És én tudom, persze, mindent elhiszek, hogy na de hát Attila bencsi, vagy Melárd testvér, vagy Attila atya, vagy nagy tiszteletű, ugye ki milyen vallási körből érkezett, hát... Hát nem viccelődjön, mert most mindenütt Krisztus képvisel? Igen, mert ő is képvisel téged. Nem mondta azt a kereszten, mindenkiért meghalok, kivéve a dugót. Nem mondta azt a kereszten, mindenkiért meghalok, kivéve a Melátot.
És nem mondta azt a keresztem, mindenkiért meghalok. Téged hogy hívnak? Ádám. Kivéve az Ádám. Nem mondta. Jézus azt mondta, elvégeztetett, és abban mindegyikőtök benne volt. És Jézus igenis akar téged vállalni. És ő azt kérdezi, mi van a szívedben? Mivel van tele? Miről beszélget? Mi az, ami a felszínen van? Szoktál hálát adni? Annyira bírom a fiaimat, ugye van egy feleségem, és ő egy kicsit korábban tud kelni, mint én. Én nagyon sokáig fent tudok lenni, de nagyon korán nem nagyon szeretek kelni. Ez még úgy a seregbe jött, hogy ott 5-kor kellett, és azóta is ezt pótolok. És ugye pont egy ilyen négyzet alakú asztal van a konyhában, és a 4 fiú leszokott ülni mindig ugyanarra a helyre. És hogyha a Kati van csak ott, akkor szeretik elbriccelni az imát. Amint én ilyen maci léptekkel hallják a nagy dübörgést jövök, mint egy nagy dinoszaurusz, akkor főleg a közé, a harmadik, az így összeteszi a kezét, mint egy kis angyal, és mondja, hogy édes Jézus légyen végig. És akkor mindig úgy fáj a szívem, és azt mondom neki, fiam, ne miattam imádkozzál. Én itthon az apukád vagyok. Nem a kerületi elnök. Oké? Én az apukád vagyok. És én azt szeretném, hogy nem miattam imádkozzál, meg ne anya miatt imádkozzál, hanem azért, mert tényleg hálás vagy azért a Túró Rudiért, azért a Kifliért, vagy aki fogyózik állandóan azért a Konflexért, ugye, joghurttal, vagy mi az, ami a beleidet jobbá teszi? Hogy? Saláta, igen. Meg hát van az a joghurt, amit tudom. Jaj, köszönöm szépen, láttam, hogy itt nagy professzorok vannak. Na, szóval azért is hálát, hogy vajon nem lenne mit megimádkoznod, és nem lenne mit megbánnod az életed ezen területén? Hogy mivel van tele a szívem? Hogy ezért olyan eredménytelen bizonyos értelemben a bizonyságtételem? Hogy ezért nem tudok fény lenni abba a közösségbe, ahol Isten helyezett? Az emberek nagy része, 90%-a 15 és 30 éves kora között tér meg. Titeket tudna Isten használni a legaktívabban. A között a 2 millió fiatal között, aki még itt él ebben az országban. Igen. Titeket tudna legjobban használni. És annyira jó lenne, mert Jézus, nézzétek meg, odalép, és azt kérdezi, mivel van tele a szívetek, ők felháborodnak, és Jézus utána lelki gondozza őket. Jézus ennyire szeret minket, hogy akar minket lelki gondozni. És Jézus nem olyan, mint én. Néha a feleségem azt mondja este, amikor találkozunk az ágyban, hogy lelkész úr, maga mindenkivel beszélgetett ma, meghallgatna engem is. És akkor mindig elsírom magam, mert igaza van, tényleg mindenkivel foglalkozom, és rá olyan kevés idő jut. És akkor így átölelem, és akkor azt mondom neki, mondd. Nem mondom, de mondd. Nem mondom, de mondd. Na jó, akkor menjünk ki a konyhába, üljünk, oké. És akkor kiülünk, és akkor mondja. Nos, Jézus nem ilyen. Jézus bármikor ott van, az ő szent lelke és igéje által. És tudod, hogy lelki gondoz Jézus? Úgyhogy megtanít az igére. Azt olvassuk az emmausi tanítványok történetében, Jézus elmagyarázza nekik Mózestől és az összes prófétákon át, hogy igazán hogy kéne megismerni Krisztust, őt. Mert Kleopás csak azt mondja el, a názáreti Jézus, igen, ez jó volt, aki hatalmas volt Isten és emberek előtt tebben és szóban, igen, ez jó volt. És az embereknek ilyen hatalmas Isten kéne, aki segít kifizetni a számlákat, aki segít jó kocsihoz jutni, aki segít érettségén a legkönnyebb tételt kihúzni, aki minden bajtól megóv minket, az embereknek ilyen Isten kéne. De Isten nem ilyen. Isten pontosan, amikor te erőtlen vagy, akkor a te erőtlenségedbe tud megerősíteni. Amikor próbák és kísértések vannak, akkor tudja a füledbe sugni, meg a szívedbe, hogy tarts ki mellettem. Amikor azt gondolod, hogy itt a vég, akkor mondja Isten, hogy nem,
Nem álltál még ellent a vérig. És Isten így tud győzelmet adni, és így tud álhatatossá tenni, és így tud acélossá tenni. Az embereknek ma pedig ilyen sajátos Krisztus káik vannak. És Jézus azért helyezi a lelki gondozást az igére, mert az Isten kinyilatkoztatása. Kérdezd meg magadtól, mikor tanulmányoztam én utoljára úgy alaposan a Szentírást? Vajon fontos-e a Biblia számomra, ha alig-alig viszem magammal bárhova is? Gondold végig. Én Vácot szoktam azt mondani, hogy testvérek, összegyűjtöttem az imaházban lévő Bibliákat, mert bejöttem az imaházba, én szoktam bemenni az imaházba, akkor is, amikor nincs tisztelet, és összegyűjtöttem a Bibliákat, mert sírtak. Itt a padban sírtak. Hallottad már sírni a Bibliádat az imaházban? Nem, mert mi nem mentél be, amikor üres. Menjél be, és meg fogod hallani, hogy sír a Bibliád, és azt mondja, hogy gazdám, Ádám! Ugye, Ádám, hol vagy? Ugye mondja az Úr. Ádám, hol vagy, mert én itt vagyok? Mit olvasol, mert én itt vagyok? És én nem azt kérem, hogy görögül olvassák, az az Almási Tibor testvér. És nem azt kérem, hogy héberül, az meg a Lőrik Levente testvér. Én azt kérem, magyarul. Tudtok, fiúk, magyarul olvasni? Nem biztos. Egyszer voltam egy ilyen evangélikus gimnázium lelki gyakorlatos napján. Mondtam, hogy én baptista vagyok, azt mondja, nem baj. Oké. Okay. És akkor úgy olvastuk az igét, hogy így megszólítottam embereket, mondom, gyertek ki. Oda jön hozzám az egyik tanárnő, azt mondja, akit kihívott a 10-ből 5, az diklexiás. Mondom, nem baj. Mondom, a mi atyánkot kell neki elolvasni. Hát, ha az sikerül. Úgy örültek, sikerült a mi atyánkot elolvasni. Te mernél vasárnap a lelkészet helyett olvasni az igéből? Nem tilos. Nem tilos. Vagy csak makognál. Azért, mert nem ismered a saját Bibliádban lévő igéket. Akkor viszont hogy várod el azt, hogy Isten lelki gondozzon téged? Hogy várod el, hogy Jézus segítsen neked, ha nincsen Jézus képed? És annyira jó lenne, hogyha a Bibliában lévő Jézus kép élne a szívünkben, nem a mi általunk kitalált Jézus, mert abban mindig csalódni fogsz. Meg tudnátok ezt ígérni nekem? Ádám. Nagyon összehaverkodtunk, látom. És ez az életedet tudja megváltoztatni, mert az emmausi tanítványok történetében azt olvassuk, hogy miközben Jézus lelki gondozza őket, miközben Jézus a szívükhöz szól, már gerjedezett ugyan a szívük, ezt később elmondják, csak még nem döbbentek le, még nem bánták meg a bűneiket. És estére odaérnek Emmausba, és valószínűleg Lópás, vagy a másik tanítvány, ezt nem tudjuk, azt mondja a vendégnek, régi zsidó szokás szerint, ne menj tovább, szállj meg nálunk. És itt jön egy nagyon érdekes jelenet. Az a jelenet, hogy leülnek, vagy letelepszenek, talán római szokás szerint az esti vacsorához, és veszik a kovásztalon, vagy éppen kovászos kenyeret, és ezt a házigazdának kéne megtörni. Oké? Okay? Ezt a házigazdának, aki meghívta a vándort. És kitöri meg? Kitöri meg a kenyeret? Így van. Mondjátok, kitöri meg a kenyeret? Jézus. És Jézus így ismerteti meg magát, hogy ha te beengedsz a házadba, ha te beengedsz az életedbe, akkor nem te leszel ott az Úr, hogy elkárhoz, hanem én leszek ott az Úr, hogy megtörjem a kenyeret. Én fogok neked szolgálni továbbra is, mert Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy megkeressem és megtaláljam az elveszetteket. Én azokért jöttem, akiknek hiányuk van. Én azokért jöttem, akik várják, hogy én legyek az uruk az életükben. Jézus nem csak azt kérdezi meg ezen az estén tőled, hogy mivel van tele a szíved, miről beszélgetsz, hanem azt is, hogy van-e Krisztus Úr a szívedben.
És ez nagyon sok mindent elárul az életünkről, a gyülekezetünk helyzetéről, mert igenis, minél több gyülekezeti tagnak, és hogyha te már gyülekezeti tag vagy, akkor van ilyen jellegű felelősséged, minél több gyülekezeti tag tudná azt mondani, hogy igen, az én életemben teljesen 100%-osan Jézus az Úr, akkor nem lenne igaz ránk, amit ír Pál apostol éppen az úrvacsorai szereztetési igékbe, hogy azért halnak meg közületek sokan, és azért lelki betegek köztetek sokan, mert nem tisztelik az Urat. Mert nem tisztelik az Urat. És hány olyan hullaszagú gyülekezetünk van. És most nem csak a baptista egyházra gondolok. Egyszer Sopronban nyaraltunk, és bementem egy templomba, nem mondom, hogy milyen felekezethez tartozott, és leültem ott a padba, és ott volt 8-10 néni. Ez délután 5 órakor volt. És az a 8-10 néni egy órát imádkozott ott, két imát mormolva. Akkor 6 óra volt, még mindig ez a 10 néni meg én voltunk ott, bejött egy lelkész, körülbelül egy 15 perces valamit tartott utána, ahol bejött, ott kiment. A nénik ott maradtak. Megint elkezdtek imádkozni, megint ugyanazt. És én néha így bepöccenek, ezt elárulom nektek, de mindig csak jogosan, az igazságért. És én nem bírtam tovább tűrtőztetni magam, és oda mentem a nénik elé, itt ültek mondjuk. És megkérdeztem őket, hogy hát olyan álhatatosak tetszenek lenni, de nincs a néniknek férje, vagy nincs a néniknek gyermeke, vagy nincs a néniknek unokája. És némelyiknek volt férje. Mondom, nem imádkoznánk akkor a férjükért, hogy hát akkor üljenek ott a másik pacsorba. Hát ki vagyok én? Mondom, egy angyal. Azt mondták, maga nem angyal, mert nincs szárnya. Hát, mondom, a Biblia nem is tanítja, hogy az angyaloknak van szárnya. Ők nem olvassák a Bibliát. Mondom, ez a baj. Ez a baj. Már lassan 2 órája hallgatom a néniket, és higgyék el nekem, teljesen felesleges, amit itt produkálni tetszenek. Ennyi erővel Sopron egyik kávézójába keverhették a kapucsinót. Komolyan. No, egyik őjük sem akar imádkozni a férjéért. Csak az egyik néni, akitől nem is vártam, aki olyan durcásan nézett rám, mint most te. Jó, de ez csak poén volt, hogy felébredt. Azt mondja, ő, az ő férjér imádkozzon. És akkor imádkoztunk. De a másik is megszól mellette. Hát akkor ma az enyémért is. És akkor így szépen végigmentünk a családok. És akkor a végén megint megkezdik, hogy maga kicsoda? Mondom, én egy angyal. Nos, nem kéne ilyen angyaloknak megállni ott az ágyatok mellett reggelente, meg este. Nem kéne odalépni a suliba, ahol jársz. Te suliba jársz még? Most már nincsenek előre. Jó van. Szóval nem kéne, de igen, hogy ne halott legyen a lelki életed, hanem élő. És tudod, amikor Jézus megtöri a kenyeret, és hálákat ad, nem az imádság miatt ismerik föl, hogy ő Jézus. Mert egy egyszerű imát mondott, hanem azért, hogy rádöbbennek arra, ez az Úr, él az Úr, igaz, amit mondtak az asszonyok, nem fecsegés, nem üres duma, nem lefizették őket, nem rémeket láttak, hogy üres a sír, hanem tényleg él az Úr, itt van. És valószínűleg ez a 2 tanítvány talán még el is énekelt egy El Shaddai, El Shaddai. Valószínűleg összecsapták a kezüket, és azt mondták, asszony, hát ez Jézus. Akkor mégis van remény. Igen. És amikor éppen szerették volna átölelni, és azt mondani, hogy bocsáss meg, mert ez is benne van a történetben, ha nincs is leírva. Bocsáss meg a vakságunkért, bocsáss meg, hogy téged vontunk mi felelősségre, hogy te vagy az egyetlen idegen, aki nem tudsz ezekről, holott te szenvedted el, és bocsásd meg, hogy háromszor is elmondtad,
Hogy nem diadalért mész Jeruzsálembe, hanem meghalni értünk. Bocsásd meg! És tudod, ha olvasod Isten igéjét, ha hittel imádkozol, akkor Isten megtisztít és megbocsát. És valóban úgy van, ahogy a Gyuszi, vagy hálott testvér is elmondta, hogy a bűnbocsánat után van a szabadulás. És jó szabadon élni. Jó tisztán élni. Jó. És aztán Jézus tovább megy, vissza Jeruzsálembe, és ezeknek a tanítványoknak az élete újra helyreáll, és nem bírják ki, azt mondják, vissza kell mennünk. Ezt el kell mondani a tanítványoknak. Mert a tanítványok félnek, hitetlenkednek és rettegnek. Nos, Ádám, ilyen harcosokra lenne szükség, akik komolyan átélik a Krisztussal való találkozást, akik a szívükbe hordozzák őt, akik akár kiáltani is merik, hogy Jézus az én életem ura! Elmernéd ezt kiabálni? Nem kell most, nem kell. Ha már gondolkozol, akkor tuti, hogy nem. Mert ez vagy szívből jön, vagy sehogy. És Jézus nem azt kéri, hogy színészkedj. Jézus azt kéri, hogy őszinte legyél. És az a két tanítvány végleg dönt Jézus mellett. Visszamennek, és elmondják, az apostoloknak Jézus él. És mi találkoztunk vele, és mi szeretjük őt, és soha többé nem kételkedünk benne. Az utolsó kérdésem, akarsz-e ilyen Krisztus követő lenni? Bizony, ez komoly kérdés, mert akkor lesz ébredés, hogyha sok ilyen Krisztus követő fiatal lesz. Akkor lesz ébredés, hogyha tényleg komolyan gondolt ezt. És most ezért fogunk imádkozni. Jó? És én azt kérem tőletek, hogy tudom, hogy énekelni sokkal könnyebb. Főleg, ha ilyen szóló gitárosunk van, ugye, aki jobb, mint Dávid. De vajon mernél most hangosan imádkozni? Egy-két mondatban? Van itt köztünk olyan, aki merné azt imádkozni, Uram, én ilyen szeretnék lenni. Olyan, akit az osztálytársai nem tudnak elvonni tőled. Én olyan szeretnék lenni, aki megvalt téged. Én olyan szeretnék lenni, aki nem szégyeli az SMS-eket. Uram, én olyan szeretnék lenni, aki mer hinni benned. Van köztünk ilyen? Aki merne ezért most imádkozni? Van? Van? Te mersz ezért? Te úgyis szóló gitáros vagy. Mersz? Akkor azt kérem tőled, hogy állj föl. Jó? Ismeritek őt? Én nem, de ti ismeritek? Annál jobb. Ha értitek az imádságát, mit kell mondani az imádságára? Ámen, így van. Lenne még valaki, aki tudna ezért imádkozni? Hogy Krisztus követő legyen. Hogy ne tagadja meg Jézust. Hogy kiálljon mellette. Hogy minden nap a kezébe vegye az igét. Van-e még valaki? Örülök, valahonnan ismerlek. Cseperről, nagyon jó. Hát persze, ott voltál a Messiáson, Sőnek. Nem? Igaz? De hogy milyen Sőnek, azt nem tudom. De biztos lánynevőd van. Móni? Az is szép név, annak. Na, lenne esetleg egy fiú? Te tudnál ezért imádkozni? Na, állj fel akkor te is. Van-e még olyan, aki tudna ezért imádkozni? Hittel! Hittel! Zsolti, oké. Jó, akkor azt kérem, hogy ti négyen imádkozzatok ebbe a sorrendbe, jó? Ahogy felálltatok. És ti pedig, hogyha egyetértetek az imádsággal, akkor mondjatok hangos áment, oké? Az ima nem azért van, hogy becsukjuk a szemünket és egy jót szunyálunk közben, hanem azért, hogy együtt éljünk azokkal, akik imádkoznak. Jó? Imádkozzunk.